brother, there's an endless road to rediscover. Hát, nagyon egyszerű. Ha nagy akarsz lenni, akkor megiszol. Én is azt mondtam, neked önként csoki fagyik el, vagy izé. Hát sziasztok, én Gyepesi Krisztián vagyok Siófokról, és szeretném megköszönni a Skytechnek ezt a lehetőséget, hogy megosztást részese lehetek. És hát minél többet szeretnék én is kihozni magamból, eddig nem igen volt időm edzeni, dupla műszak, stb. Miatt, mint ahogy a Bunny mondaná, viszont most úgy érzem, hogy mindent beleadok. Amióta megtudtam, hogy a TESZ-re bekerültem, még edzőterem közelébe sem voltam, úgyhogy néha futottam egy kis, ez az egy kis szabadító sport, hogy mégiscsak formában legyek, de a lehető legrosszabbnak érzem magam, de úgy érzem, talán az előnyömre fog válni, és talán tovább jutunk néhányat, de hát itt nézem, a mezőnyt elég erősen nyomja mindenki, úgyhogy elterjedt ez a sport itthon is, hála Isten. Úgyhogy még valami, annyi mindent szerettem volna mondani, tök jó, hogy végre itt vagyok veletek. Az a furcsa, hogy mindenkit ismerek így a tévéből, meg a bodybuilderről, az internetről, a Skytech oldalakról, és ők meg még engem nem, úgyhogy hát remélem, hogy egy kicsit összespanolódunk, mire itt a műsor vége lesz. Úgyhogy hát nem is tudom, jó pár éve kezdtem el edzeni, amikor sulis voltam, rengeteg időm volt. Most ugye dolgozom, svájci frankítál az asszonnyal, a lakást megvettük, úgyhogy izzadok, mint az állat. Viszont ez a teszt, most úgy vagyok fel, az egyik munkahelyemet ott hagytam, úgyhogy csak az egyiket nyomom, az meg csak délelőtt, úgyhogy délután le tudok menni az edzőterembe. És mindenképpen akartam még mutatni valamit, nektek ezt látnotok kell. Ja, amikor a tesztet megtudtam, bejutottam, azért szüleimmel ritkán beszélek, de azért fölhívtam édesanyámat, édesapámat, mondom, elmondom, hogy mi az itt, úgyhogy sír az egész család, mert majd most megetetnek vele mindenféle cuccot, ugye, hát ők nem értenek ehhez, hogy ezek táplálékkiegészítő, meg egészséges dolgok, meg hogy a fiúk egészségesen él, fut, meg edz, meg stb. Úgyhogy már 14 éve kezdtem, 16 évesen arra vártam, hogy ugye 16 fölött lehet edzeni igazából, mert addig a csontok módosulhatnak, stb. Azért kivártam ezt a dolgot, és hát most 28-9 körül vagyok. Ugye az első néhány évben még fehérjét sem mertem enni, mert azt hittem, hogy az is valami durva koksz, mint ahogy a Bunny mondaná, vagy ilyesmi. Úgyhogy azt hiszem másfél évet nyomtam teljesen naturálba, csak zöldséghús, stb. Meg ilyesmi, mire a fehérjét elkezdtem merni alkalmazni. Úgyhogy hát most már ezt a kreatint megkóstoltam, meg ilyesmi, de úgy igazán komolyan még így nem fektettem bele, mert hát ugye ahhoz kell egy kis mozgótőke is, meg ilyesmi. Úgyhogy, na mindegy, hoztam egy ilyet, nem tudom, ez mennyire látszik. A lényeg, hogy 96-ban én még a konditerem előtt hát otthon fekvő, támasz, futás, stb. És itt a következő képen már látható, elkezdtem a húst keményen tolni, és végülis én 110 kg körülre, 2005-6 körülre feltornáztam magam, de hát ugye nem úgy néztem ki, mint ahogy kellene a címlapon. Aztán végül beleuntam az egészben, mondom, hogy ezt komolyra kell fordítani, úgyhogy elkezdtem futni keményebben, és lefogytam kb. Két év alatt olyan 78-80 kg körülre, akkor végre kijött a kocka has, hála Isten, van egy-két ilyen amatőr fotó róla, mert amúgy senki nem hinné már el. Aztán utána ugye vissza, és most így 2012 körül, és már komoly párkapcsolatban vagyok. Ugye éppen ezért egy kicsit, hogy is mondják, ez a sport egy kicsit önző, mert többet kéne a teremben lenni, mint a családdal. Viszont úgy vagyok vele, hogy most ezt a tesztet, hála Isten, megvan voltam, és na, azért megy a duma. Na, hát köszönöm szépen tényleg a lehetőséget a Skytechnek, és hát remélem, hogy még találkozunk. Sziasztok! Még egy kép.